Itt vagyunk a kolozsvári karácsonyi vásáron, pontosabban a karácsonyfa alatt, aminek van egy idén egy különleges sztoria. Állítólag idén nem akart karácsonyfát állítani a polgármesteri hivatal, nem akart azért kivágni egy fenyőfát, és egy tordai polgár adományozta a karácsonyfát a városnak, ő amúgy is kivágta volna, és akkor így lett idén karácsonyfája Kolozsvárnak. Ezért ilyen alacsony. Ha már megnéztük a karácsonyfát, akkor megnézzük a vásárt is. Idén az a legfeltűnőbb az egész vásárban, hogy nagyon sok az úgynevezett kajás. Tehát ott, ahol enni lehet, vagy itt, vagy olyat, amit hazaviszel is. Felvágottat, vagy sajtot, vagy bort, vagy valami hasonlót. Ilyet árulnak. Ez meglepően sok. Jó lenne tudni. Rögtön itt van az első vásár, a klasszikus. Az én jobb oldalamon a kürtös kalácsos, meg a bal oldalamon, meg ott vannak a forrad borosok enni. Ez nem tudom mi az. Nem is nézi aki, úgyhogy nem fogjuk meghosolni. Ezek a hát azt mondanám, hogy valami rétesszerű. Erre nincsenek szavak, olyan szavak, amit kamerába el lehet mondani, hogy erre mit gondolok, de menjünk tovább. Idén is lehet zsembeket vásárolni, ilyen szép arany. Endre, kérsz egy ilyet? Olcsón adom. Szerintem 25 lejt, azért egy gömb nem föltétlenül él meg egy darab gömb. Már a levendulás is klasszikusnak számít a vásárokon, és megint valami de majd, hogyha csak 15 lenne. Bence a barátnőmnek. Még egy kis levendula. Haladjunk. Itt van a Bécsi bisztró. Nem akarod megölelni őket? Na jó, kerüljön vissza hozzám a kamera. Van palacsinta is, de különben nem jó, ezt már kóstoltam. Nagyon száraz, vagy lehet, hogy rosszat választottam. Forralt, bor, méz. Itt vannak az említett kolbászkák, sajt, minden ilyen lépés, és kis... Tehát minden, ami otthon van, látod? Zokni. Kesztenye. Alma, cukrozott alma, vagyis ilyen cukormázmú forgatott alma, kalácsok, igazi otthoni csomagolásban, tehát a csíkos zacskó van a német. Forralbor és házicsoki, nugárt, meg hasonló kisebb, mint a tavaly. Tehát nem? Te mit gondolsz, Endre? Hát, hogy akkor most, ha engem is megkérdezett, akkor én is berúgom a fejemet a képbe. Szóval úgy gondolom, hogy nagy változások nem történtek a múlt évhez képest, tekintve azt, hogy a... Igen, gyere, de majd ezt meg akarom mutatni. Jó, tekintve azt, hogy már a múlt évben is egészen jó volt szerintem a karácsonyi vásár. Egészen jó volt a karácsonyi vásár a maga kis hátrányaival együtt. De akkor most nézzünk, amint látom, kalácsokat. Itt van a kedvenc karácsonyi portékán, az a mézes kanács. Kéne úgy menekülni, hogy a hűségem is megmarad. Csak olyan dolgokról írni, amiről szabad. Egyszer majd meg fogom mutatni, elküldöm neked azt a képet, és majd vágj be, Endre, hogy milyen kellene szerintem legyen egy karácsonyi mézes kalácsnak, vagy egy mézes kalácsnak egyáltalán. Tehát,
ezt hármasával kell vásárolni. Igen, tehát idén azért még inkább hangsúlyosak az erős színek. Hangsúlyosak a centenárium. A centenárium évében hangsúlyosabbak a centenárium színek. Minden, tehát szerintem mindent el lehet adni valószínűleg, ami egy kicsit nemzeti, vagy nem. Megvan? Most, hogy már én is feltöltöttem boldogsághormonokkal, és kaptam, ez a free hug-nak mi a? Ingyenölelést. Ingyenölelést, igen. Amúgy se fizetnél érte. Amúgy se. Nem azért, mert ingyen van, hanem azért, mert megfizetetetlen. Igen. Szóval közben kiderítettük azt is, hogy miért van ennyi sok román zászló. Tehát, hogy tényleg megéri itt román kokárdát, meg román zászlót árusítani, és azt mondják, hogy igen. Múlt évre nem emlékszem, hogy lettek volna sajtok. Nem voltak anyák, de igazából idén vannak. Bár ezek a színes sajtok, ezek egy kicsit engem mindig, hogy is mondjam, ez a szemfényvesztés a színes sajtok. Tehát, hogy most minek kell zöld, meg lila, tehát, hogy igazából kóstoljuk meg, ha jó, akkor, hogyha nem zöld, akkor is meg kellene venni. Sőt, hogyha nem lila, akkor is. Share with us what makes you happy. Who? Please. Mit tesz engem boldoggá? Mit tesz engem boldoggá? A szeretet. No. If I hear you. Romanian as well. Yeah. Jó leszünk? Kiváló. Thank you very much. Thank you. Okay. Bye. Have a nice day. Hogy milyen a vásár önnek? A negyedik napja elég jó volt, az első két nap volt a legjobb. Uh-huh. Akkor nyitották meg a karácsonyi vásár, és nagyon sok vér volt. Uh-huh. A másik dolog, amikor esik az eső, egyáltalán nem megfelelő, de gondoljuk, hogy egy pár hét alatt ki tudjuk fedni a házikonak az árát. Önök mennyit fizettek idén a házikóért? 8200. Uh-huh. És látom, hogy például árulkokárnak. Ezeket igen, én készítem, ezek kötve vannak, uh-huh. Ezek pedig a szalagból készítettem. És ezek mennek? Tehát, hogy nagyon, most vagy a centenárium évében? Nagyon mennek. Ezek karkötők. Uh-huh. Ez is kötve vannak, olyan, hogy lehet nagyítani, kisebbíteni a kézre. Ezeket is önkészítem? Ezeket is önkészítem, ezeket megint én ragasztom rá. Uh-huh. Azokat a rózsakül, de azt is én készítem. Uh-huh. Jó, ami Rossian Montana. Ezeket, ha megvásároljátok, akkor tudod még támogatni a Verespatak ügyét is, azt hiszem. Ezt verespataki asszonyok szokták varni, hogyha jó is. Merinói gyapjúból van közve, és igazából elég jól néznek ki. Tehát, hogy szerintem ez az a kellemes találkozása az mondjuk hagyományos termékeknek és a design termékeknek, tehát amikor úgy, tehát hogy szerintem ez úgy megvan az ízlésesen vannak megcsinálva és kézzel. És még egy dologról szerettem volna nektek beszélni, az, hogy az emberek, tehát totál az az érzésem, hogy itt teljesen párhuzamosak azzal, hogy hogyan kellene eladni. Tehát, hogyha valaki, tehát, hogy egyszerűen megcsinálja magát a dekorációt, hogy lássák, hogy milyen a... Hogy, tehát, hogyha van egy jó kitalált hatód, akkor rögtön oda fognak menni az emberek, hát ilyen a vásári szokások. Tehát ott lát az első standnál az embert, akinek semmi koncepciója nem volt, semmit nem, tehát hogy oda kirakott pár mézes kalácsot, és hát igazából nem is csodálom, hogy nem megy oda senki, mert igazából fel se tűnik, tehát olyan unalmas. Meg itt van ez a
különböző házi szöttes, meg hasonló dolgokat árusító, varrottasokat árusító butik, és egyből oda kapsz. Különben még ez is jó, én szeretem. Csak ezt nem mutatjuk, de ez egy nyugvás. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. And man will live forevermore because of Christmas Day.